Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Zoom Boom újabb adását látják. Ma megint nagyon érdekes és aktuális kérdéseket fogunk feszegetni, azonban ma nem megyünk külföldre, kedves beszélgetőpartnerem Szabó Hédi Győrben van, és Győrből válaszol a kérdéseinkre, illetve Győrből mondja el a véleményét a kedves nézőknek itthonra és határon túlra. Hédi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk, ránk szántad ezt az időt. Én is köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntök a nézőket. Körülbelül egy hónappal ezelőtt voltatok benne a stúdióban többen is, és akkor arról beszélgettünk, hogy készülődik a WHO egy olyan pozícióba, amelyben az államok fölé rendeli magát. Persze ezt azért az államoknak el kéne fogadni, és hogyha talán még van némi tehetésünk, meg reklamálhatunk, meg összefoghatunk. Hát jó, szokás szerint a magyar lakosság úgy fogott össze, ahogy szokott is eddig. Vagyis nem sok minden történt, legalább amiről én tudom. Kerestem a közlönybe az erre vonatkozó törvényt, mert ugye az a törvény, amit beleraknak a közlönybe, tehát egyelőre nem találtam információt, tehát ez még csak lehet, hogy ez a kiküldöm a híreket, hogy hogyan reagálnak rá az emberek. A másik, ugye ettől függetlenül azért én úgy gondolom, hogy az emberi jogairól, vagy az embernek a teste feletti önrendelkezésről, hát illik megkérdezni az embereket, tehát hogyha ezt nem teszik meg, akkor ők szerintem előbb-utóbb az emberi jogok miatt kiírják magukat ebből a történelemből. Ugye azt az előző adásban mondtam is, hogy a Szabad Magyar Teremtői Társadalom képviselete az kifejezetten azért jött létre, hogy az emberi jogokat védje, minden embernek a jogát. Nyilván be is jelentettük ezt az ENSZ felé, hogy itt hoppácska van egy ilyen szervezet, és azért társadalmi és nem állami, hogy az államnak ne legyen ráhatása a szótára joghoz, tehát ugye ők azt használják konkrétan, hogy magát a törvényszövegét azt nem változtatják meg, csak a jelentését, és akkor úgy 6 évente mást jelent ugyanaz a törvény, vagy 8 évente, vagy ahogy ők gondolják. Ezt abban az esetben csinálják, amikor nem merik megváltoztatni. De aztán, amikor kimond egy alkotmánybíró ilyet, vagy lemer írni, hogy ő neki nem kell betartani a jogszabályokat, akkor érdekes játék kezdődik.